A tavalyi első retroparti után a szervezők megígérték, hogy biztosan lesz folytatása. A közönség óhajait is tiszteletben tartva, a szervezők betartották ígéretüket, úgyhogy a szőlőtőkék tengerében ismét felcsendültek az örökzöld dallamok. Abban különbözik a tavalyitól, hogy a zenés műsorra beiktattuk a vetítő vásznat is, tehát a videó bejátszások láthatóak, remélem, hogy jó minőségben lesz. A szervezők közül ketten nagyon igyekeztek azon, hogy magas minőségű vetítőkép kerüljön ugye a közönség elé. Az est során számos régi emlék elevenedett fel újra. A varázs az, hogy talán azokat a régi képek megint visszajönnek. Most már 50 évvel ezelőtt táncoltuk egymással, most megint régi képek felújulnak. A tavalyi rendezvényhez viszonyítva az idén sokkal több fiatal volt jelen a szabadtéri partin. Ezek a zeneszámok, amik itten elő vannak hozva, ugye, ezek mindig örökzöldek maradnak, mind ahogy hívják is őket, és ez, én azt hiszem ennek a társaságnak, aki itt van, ennek mindnek a szívébe záródott ez, és ez mindig is így fog maradni. A több évtized után is kellemesen csengő dallamok a késő éjszakában nyúlóan ringatták a jelenlevőket a romantika hullámain, és valahogy ismét előkerült az a különös éjszaka.